Kivételes rajztehetséggel rendelkezett Soltész Albert festőművész. Azt vallotta, hogy közérthetőnek kell lenni a művészeknek is, így egész életében realista volt. Hangzott el a születésének 90. évfordulójára rendezett kiállításon. A tavaly elhunyt festő életéről és művészetéről Hánémeth Katalin mesélt. Debrecenben született, Pesten is tanult, és élete nagy részét persze, mint tudjuk, Nyíregyházán is emeletes házakban élte. De gyermek és fiatal felnőtt korában Tiszapolgáron, Hajdúnánáson, Bücsen Mihályon és Lajos Mizsén töltötte fiatal és gyermekkorát. Belelátott a paraszti létbe, ahogy ő emlékezett meg ezekről. Itt ismerkedtem meg a paraszt emberekkel, a munkájukkal, énekeikkel, szokásaikkal és a sok mindenféle házi állattal. Ez határozta meg művészetemben az alföldi magyar parasztság életét, ezért kapcsolódtam az alföldi művészet hagyományainak a folytatásához. A művésztől Giba Tamás is búcsúzott, köszöntőjében kiemelte, Soltész Albert sokat tett a város kulturális életéért, kiállításokat szervezett és mindig támogatta a fiatal tehetségeket. Mentes volt az allőröktől, olyan ember, aki gyökereit soha nem tagadta, soha nem feledte, sőt büszkén vállalta, a nép egyszerű fiának tartotta magát. Mondom, volt, így múlt időben, felfoghatatlan, hogy mindannyiunk Berci bácsia, az örök ifjú, agilis szervező, rendezvények rendszeres résztvevője, aki hozzátartozott a nyíregyházi kulturális élethez, nincs többé, mindnyájunknak fáj a hiánya. Soltész Albert az életet ünnepelte egész munkásságával. Számos hazai és külföldi kiállítása volt. Tájképeket, portrékat festett, grafikai műfajok közül legtöbbször a tusztechnikát használta. Emlékkiállítása július 16-áig látogatható a Nyíregyházi Városi Galériában.